Tisztelt képviselőtársaim, az országgyűlés tavaszi ülésszakának 15. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Hiszékeny Dezső jegyző urak lesznek segítségemre. Köszöntöm kedves vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt ház! Szomorú kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy bejelentem, Nagy Ferenc József volt képviselőtársunk életének 96. évében elhunyt. Nagy Ferenc József az első szabad országgyűlési választásokon Baranya megye 6-os számú választókerületéből a független kisgazdapár színeiben szerzett mandátumot. 1990-től 92-ig az FKGP, majd 94-ig az Egyesült Kisgazdapárt frakció tagja volt. 1990-ben az FKGP elnökeként ő vezette a koalíciós tárgyalásokat Antal Józseffel, majd az újonnan megalakult kormányban földművelésügyi miniszterként kezdte meg a munkáját. 1991-től a ciklus további részében tárca nélküli miniszter volt, az agrárgazdasági reformok koordinálása mellett a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivatal felügyeletét is ellátta. Kérem önöket, hogy képviselőtársunk emléke előtt néma felállással tiszteljünk. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, megadom önnek a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Európában és Magyarországon európai parlamenti választásokat tartottak. Alkotmányos szokásaink szerint ezért kértem szót a mai ülésen. Az eredményeket ismerjük. A tegnapi választáson rekord részvétel mellett a magyar kormánypártok rekord győzelmet arattak. Magyarország miniszterelnökeként szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett az európai parlamenti választáson. 2004 óta ez volt a negyedik európai parlamenti választás, és ez hozta a legmagasabb részvételt. A magyar emberek tegnap bebizonyították, hogy Magyarország európai nemzet, európai ország, Európa a mi hazánk is. A tegnapi választáson a magyar emberek világosan kimondták, hogy Brüsszelben változást szeretnének. Kimondták, hogy olyan európai vezetőket akarnak látni, akik nem szervezni, hanem megállítani akarják a bevándorlást. Kimondták, hogy olyan vezetőket szeretnének az európai intézmények élén, akik tisztelik az európai nemzeteket, és meg akarják védeni a keresztény kultúrát. Világossá tették, olyan vezetőket akarnak, akik számára mindig az európai emberek érdekei az elsők. Tájékoztatom önöket, hogy Magyarország nevében tárgyalva csak ilyen vezetőket fogok támogatni. Az unió miniszterelnökei kedden már össze is ülnek, hogy megkezdjük a leendő európai vezetőkről szóló tárgyalásokat. Tisztelt ház! Én úgy tekintek a tegnapi választásra, hogy Magyarország kormánya az emberektől ismét erős felhatalmazást kapott. Mint minden választási győzelem, számunkra ez is egy megbízatás. Megbíztak minket a magyar emberek azzal, hogy Brüsszelben a változást képviseljük. Munkát kaptunk tehát és feladatot. Magyarország kormánya és személyesen jó magam is mindent meg fogok tenni azért,
hogy az európai politikában eredményesen képviseljem a magyar választók akaratát. Tisztelt Ház! Minden választásnak, így az európai parlamenti választásnak is van belpolitikai értelme. A magyar emberek a kormánypártoknak és a kormánynak ezen a választáson ismét bizalmat szavaztak, nagyobb támogatást kaptunk, mint egy éve. A magyar választók pártszínekre tekintet nélkül azt kérik, hogy képviselőik a magyar emberek érdekeit képviseljék Brüsszelben, és ne Brüsszel érdekeit Magyarországon. Kérem mindannyiukat, fontolják ezt meg. Tisztelt képviselőtársaim! A tegnapi választás azt is világossá tette, hogy a magyar választók úgy látják, érdemes folytatni azt, amit elkezdtünk. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a parlamenti választások óta eltelt egy esztendőben a magyar gazdaság eredményei tovább javultak, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít. Az első negyed évben a magyar nemzeti össztermék 5,2%-kal bővült. A gazdasági növekedés tehát még a tavalyi kifejezetten erős évhez képest sem veszített lendületéből. Az első negyedéves eredmények másfél évtizede nem látott bővülési ütemet mutatnak. Az első negyedéves gazdasági tények alapján a magyar gazdaság növekedett legerőteljesebben az Unióban, bár az ír és a máltai adatok egyelőre még nem ismertek, de ezek nélkül is biztonsággal kijelenthető, hogy hazánk jelenleg a három legdinamikusabban fejlődő gazdaság egyike Európában. A nemzetgazdaságban a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 4.490.000 főt. Ez azt jelenti, hogy 2010 és 2019 között 788.000 fővel nőtt a munkából és fizetésből élők száma. A foglalkoztatási ráta 10 és 19 között 54,6%-ról 70%-ra emelkedett. A munkanélküliek száma 316.000-rel csökkent 2010-hez képest. Tájékoztatom önöket, hogy a munkanélküliség 3,6%-on áll. Ez a negyedik legalacsonyabb adat az Európai Unióban, miközben a dolgozó emberek aránya meghaladja az unió átlagát. 2010-ben a 60 év alatti magyar népességnek még a 12%-a élt olyan háztartásban, ahol alig vagy senki sem dolgozott. 2018-ra ez kevesebb, mint felére sikerült leszorítanunk. Hasonlóképpen nőttek a bérek is, 2010-hez képest a nettó átlagkereset 73%-kal emelkedett, a minimálbér összege pedig az akkori 73.500 forintról 149.000 forintra, több mint duplájára emelkedett Magyarországon. Uniós összehasonlításban ez azt jelenti, hogy 2010 óta Magyarországon emelkedett a negyedik legnagyobb mértékben a minimálbér összege az Európai Unióban. Ennél is fontosabb, hogy a szegénység elleni politikában is sikereket könyvelhetünk el. Az Európai Unió, tehát nem a magyar kormány, hanem az Európai Unió friss jelentése szerint az elmúlt 5 évben 1.800.000 ember jött ki a súlyos anyagi válságból, vagyis a szegénységből. Tisztelt képviselőtársaim, mindezt úgy valósítottuk meg, hogy közben a magyar költségvetés stabil, nem nyújtózkodunk tovább, csak addig, ameddig a takarónk ér. Magyarország immáron 7 éve teljesíti a költségvetési hiánycélokra vonatkozó úgynevezett Maastrichti stabilitási kritériumokat. Az adósságunk is csökken, 2018-ra az uniós módszertanok szerint számított államadósság 71% alá csökkent. Azt is nyíltan meg kell mondani, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, hogy az Európai Unió teljesítménye már kevésbé rózsás. Az Európai Unió régi tagállamainak növekedése lassul, az eurozóna növekedési üteme csökken. A gyorsuló magyar növekedés tehát egy lassuló Európában történik. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság eredményeit meg kell védenünk,
és minden évben meg is kell haladnunk az európai növekedést. Reális célkitűzésnek tartom az Európai Unió átlagát 2 százalékponttal meghaladó növekedést. Ez a kormány célja, és ennek megvalósítása érdekében rövidesen egy gazdaságvédelmi akciótervet terjesztek a tisztelt ház elé. Tisztelt képviselőtársaim! Az európai parlamenti választások eredménye számomra azt is megmutatta, hogy a magyar emberek támogatják a családpolitikában indított kezdeményezésünket. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a magyar emberek számára a gyermek az első. Ezért hirdettük meg a családvédelmi akciótervet. 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet hozunk létre, amelyből 2019 végéig 10 ezer már meg is valósul. Megteremtjük tehát a lehetőséget az édesanyáknak, hogyha úgy döntenek, akkor vissza tudjanak menni dolgozni. Július 1-jével indul a második lépcső, amelynek keretében 10 millió forintos életkezdési támogatást kaphatnak azok a fiatal házaspárok, akik gyermeket vállalnak. 2,5 millió forinttal támogatjuk a nagycsaládosok családi autójának vásárlását, bővül a csok rendszere azok felé, akik használt lakást akarnak vásárolni, és bővítjük a jelzálog hitelekhez nyújtott gyermekvállalási támogatást is. Végül a családvédelmi akcióterv 3. lépcsője 2020. január 1-jén indul el. Ebben a szakaszban bevezetjük, hogy már a nagyszülők is igénybe vehessék a gyedet. És egy régi kötelességünket is rendezzük azzal, hogy a legalább 4 gyermeket szülő nőket életük végéig mentesíteni fogjuk a személyi jövedelem adó megfizetése alól. Tisztelt ház! Így állunk hát 2019. májusában, egy nappal az európai választások után. Kérem az országgyűlés és minden egyes képviselőtársam segítségét, hogy Magyarország elérhesse kitűzött céljait. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Országgyűlés! Miután miniszterelnök úr felszólása nem haladta meg a 20 percet, a képviselői csoportoknak egyenként 5 perc áll rendelkezésükre a hozzászólások elmondására. A jelentkezések sorrendjében először Gyurcsány Ferencnek adom meg a szót, a DK frakcióvezetőjeként. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót! Hát ha nem is mostanában, de gondolom, hogy legtöbbünk pár évtizeddel ezelőtt legalább egyszer meglátogatta a Vidám Park elvarázsolt kastélyától, az ember kedve szerint választhat magának egy tükröt. Egyikben kisebben, a másikban nagyobbnak néz ki, ki soványabb, ki meg kövérebb lesz. Hát ez játéknak én szerintem kitűnő. Na most a politikai küzdelem az nem ilyen. A politikai küzdelmet megítélni, annak sikerességét vagy éppenséggel bukását, ahhoz egy nagyon világos mércénk van. Elértük-e a kitűzött célt? Igen vagy nem? Na most, mi volt a kormány célkitűzése? A kormány célkitűzése az volt, hogy Európában próbálja meg megváltoztatni az általa leírt főpolitikai irányt, hogyan mondják, hogy a bevándorlás ellenesek és a bevándorlás pártiak közötti küzdelem az dőljön el a bevándorlás ellenesek javára. Ez az állítás önmagában is hazug természetesen, továbbra is azt mondom, hogy Európa meghatározó politikusai, politikai tényezői, a magyar politikai élet meghatározó tényezői között nincs olyan, aki azt mondja, hogy nyakló nélkül, ellenőrzés nélkül, bármilyen feltételekkel nyissuk ki a határokat és jöjjenek. De ez a kisebbik problémám őszintén szóval, ehhez hozzászoktunk, maguk ezt mondják reggel, délben meg este. De hogyha ez a mérce, azért legyen világos, vajon többségbe került-e az a politikai irányvonal, amit a magyar kormány képvisel? Igen vagy nem? Nagyon világos a választásokat követő reggelen, mert hogy itt mégiscsak az Európai Parlament összetételéről kellett döntenie Európa lakosságának,
hogy azok az európai parlamenti frakciók fogják adni a többséget, akik erősebb, együttműködőbb Európát akarnak, akik mennek egy föderatív világ felé, mi azt mondtuk, hogy Európa Egyesült Államok felé. Az, amit önök képviselnek, a kormányfővel az élen. Húzódjunk vissza a nemzetállami keretek közé, és Brüsszelt tekintsük ellenfélnek, azaz, azt, hogy a népek megfogják egymás kezét, ennek kérem szépen Európában legjobb esetben 15-20% lesz. Teljesen mindegy, kormányfő úr, hogy önnek 8, 9 vagy 14 mandátuma lesz. Az Európai Parlamentben senkinek nincsen többsége. Ön ott a pártjával életében először kisebbségben fog ülni? Vagy az fog történni, hogy beül Európa nacionalistái, populistái közé, végük lesz, Magyarország fizeti meg az árát, mert nem fogják tudni érvényesíteni az ország érdekeit, vagy lesznek függetlenek, és hát ott a függetlenek kenyere épp olyan keserű, mint itthon Magyarországon. Maguk ezt elbukták, ilyen világos. Volt egy politikai cél, az a politikai cél nem fog teljesülni. Párját tesznek Európában, és az ország fogja megfizetni az árát, az előttünk álló nagy európai költségvetési vitában maga nem egy petákkal többet fog hazahozni, hanem sok 100 millió euróval kevesebbet. Mert önöket a kispadra ültetik. Azért, mert abból a politikából nem kér Európa többsége, ön magányosan fog ott lézengeni politikájával együtt. És e tekintetben mindegy, hogy az egyik szavazókörben ön azokkal az eszközökkel, amiket használ, milyen eredményt ért el. A népképviselet az a nép akaratnak a leképeződése kellen, hogy legyen. Hiába mondják önök azt, hogy ezt akart a magyar nép, nem tudjuk, mit akar a magyar nép. Ahol nem szabad a sajtó, ott nincsen szabad választás, ahol nincsen szabad választás, akkor azt tudjuk meg, hogy az önök hazug manipulációja mennyire ért el célt. Azaz nem a választók akaratát ismertük meg, hanem a maguk hazugságának hatékonyságát. Abban kétségtelenül önök jók. Tehát ezzel nincsen probléma. Fogalmuk nincsen, hogy mit mondanának a magyarok akkor, ha egyébként tisztességes, a lehetséges politikai irányzatok közötti nyílt, méltányos vitában látnák, hogy miről lehet választani. Van egy olyan végtelenül szegény település Magyarországon, ahol a kormánypárt 100%-ot kapott. Ha csak egy picikét észnél vagyunk, én tudom, hogy lehet ezen mosolyogni, de ugye azt tudják, nem ilyen a világ. Ott kérem szépen az történik, hogy a hatalom által elnyomott, kisemmizett, kiszolgáltatott népek hozzák Észak-Korea eredményét. Ha önök erre büszkék, azt gondolom, hogy tényleg sajnálom önöket, mert valóságlátásból megbuktak, és megbuktak Európa politikából. Köszönöm szépen! Most a Jobbik frakció egy Gyöngyösi Márton következik. A szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! A győzelmi jelentését hallgatva és elnézve tegnap az eredményvárónál ön nem tűnt felhőtlenül boldognak, és erre lehet is oka, hiszen önnek, tisztelt miniszterelnök úr, sikerült az elmúlt néhány évben elérnie azt, hogy Magyarországot tökéletesen elszigetelje nemzetközileg. És azt ön is tudja, hogy magyar nemzeti érdekeket Európában és az Európai Unióban csak szövetségesekkel és koalíciókban lehet érvényre juttatni. Önnek, tisztelt miniszterelnök úr, az elmúlt években alapvetően két forgatókönyve volt. Az egyik az volt, hogy egy elit cserévre bazírozva az Európai Unióban megszervezi a populista hőzöngőknek a klubját, és ennek az élére ülve, mint valamiféle kiskakas, megpróbálja belülről szétbomlasztani az európai közösséget. A másik forgatókönyve az hasonlóan destruktív, ha ez az elitcsere nem sikerül, már pedig ez tegnap éjjel nem sikerült, és ezt láttam is az ön arcán, hogy ön emiatt eléggé elégedetlen. Mivel ez nem sikerült, ön majd, ha már se pénz, se elismerés nem érkezik az Európai Unióból, fölteheti a kezét, és megint gyűlöletre appellálva, ellenségképeket képezve elindíthatja Magyarországnak a szép lassú kivezetését az Európai Unióból. Persze természetesen nem egyenesen, hanem sunyin, ahogy az öntől és az ön pártjától mindig elvárható, az embereknek a gyűlölete mögé bújva.
önt már, miniszterelnök úr, megfenyegették azzal az Európai Unióban, hogy megfosztják a szavazati jogától, az Európai Uniós forrásokat megvonják Magyarországtól ön miatt, és a Schengeni övezetből is kizárják Magyarországot az ön politikája miatt. És nem a migrációs politikája miatt, tisztelt miniszterelnök úr, hanem azért, mert Európában nem tűrik azt, hogy a jogállamiságnak és a demokrácia szabályainak fittyet hányva egy diktatúrát építenek ki egy olyan országban, amely már elindult valamikor a demokráciának, a fejlődésnek az útján. Miniszterelnök úr, ön ezt a második forgatókönyvet fogja most végrehajtani, és akkor cselekszik a leghelyesebben, hogyha kiáll Magyarország népe elé, szemükbe néz, és megmondja nekik, hogy ön mire készül Európában. Mert én úgy gondolom, hogy ön alapvetően a magyar nemzeti érdekekkel ellentétben az Európai Unióból kivezetni készül Magyarországot. Egy hazugságra épülő kampányt folytat ön, tisztelt miniszterelnök úr, immáron 2 éve. Elsősorban a migrációval kapcsolatosan, és az, hogy ezt Magyarország népe nem veszi észre és nem kéri öntől számon, ez csak annak köszönhető, amit Strache, az ön szövetségese 1 évvel ezelőtt mondott, hogy ön egy médiadiktatúrát épített ki ebben az országban, ami hermetikusan elzárja Magyarország lakosságát a valóságtól és a tényektől, és egy párhuzamos világot épített itt ki. Hogy miért is hazugság az önök kampánya, tisztelt miniszterelnök úr? Ez az Európa volt olyan időszak, amikor migráció párti volt. Az volt a Renzik, a Merkelek és a Feynmanoknak az Európája. De ők már mind a történelemnek a süllyesztőjébe kerültek, és már nem ők irányítják az európai politikát. Miniszterelnök úr, ön teleharsogta a nemzetközi médiát és az itthoni médiát, hogy ez az európai vezetés, ez kvóták alapján szeretné szétosztani a migránsokat Európában. Ön tudja a legjobban, hogy 2018. június 28-án az Európai Unió elfogadott egy olyan határozatot, amely kimondja, hogy a migránsokat az Európai Unió területén csak önkéntességi alapon lehet szétosztani. Tehát kvóták nincsenek. És ezt önök is pontosan úgy tudják, miniszterelnök úr, hiába mosolyog. Ön egy hazug miniszterelnök, aki egy hazugságra építette föl a migráció ellenes kampányát, és az Európai Uniónak minden egyes konstruktív javaslatát, ami a Frontex megerősítéséről szól, ami arról szól, hogy hogyan kell Európa határait megvédeni egy Törökországgal vagy egy Afrikával kötött szerződés és megegyezés útján, azt önök elvetették, mint hisztis hülye gyerekek a diplomáciával az élükön. És Szijjártó Péternek a diplomácia az irányításával. Miniszterelnök úr, ön 86 ezer migránst engedett be ebbe az országba, miközben egy gusztus migráns ellenes kampányt folytatott. 86 ezer migráns, több mint 20 ezeret letelepedési államkötvénnyel, és ráeresztette Magyarországra munkás migránsoknak a 10 000-eit, akiket a Magyarországról elvándorolt munkavállalóknak a helyére telepített be, Zalaegerszegre, Szentgotthárdra, 60-ba, Tiszaújvárosba, ahol már épülnek ezek a munkásszállók. Miniszterelnök úr, új politikára van szükség, ön pedig nem fogja tudni a magyar nemzeti érdekeket az Európai Unióban képviselni. Nagyon sajnálom, magyar emberként, nem pedig ellen. Felhőtlenül boldog felszólás után Tóth Bertalannak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim, valóban a választás után érdemes értékelni. Értékelni az eredmény, nyilván minden párt meg fogja ezt tenni, ezt meg fogja tenni a Magyar Szocialista Párt is. De valóban érdemes megtekinteni és megvizsgálni azt, hogy ennek a választásnak milyen európai és milyen belpolitikai üzenetei vannak. Nem egyszer elmondtuk a kampányban, hogy ennek a választásnak a tétje az, hogy előre törnek-e azok a szélsőjobboldali populista politikusok, azok a politikus bűnözők, akik közül az ön szövetségese, barátja, az osztrák alkancellár meg is bukott, azok, akik orosz pénzből akarnak olyan rendszert építeni, amelyet ön itt kiépített az ellopott uniós és a hazai forrásokból. Tehát ők előre törnek-e, ki tudnak-e törni abból a karanténból, amelybe az európai progresszív erők bezárták őket. És ez az áttörés, ez a kitörés nem sikerült, tehát az a tét, hogy ők áttörnek-e, ez nem valósult meg, az európai progresszív erők, köztük az Európai Néppárt is megőrizte azt a többséget, amellyel Európa mehet tovább azon az úton, azon az integrációs együttműködés útján, amely Európa békéjét és Európa jövőjét jelenti.
A másik belpolitikai üzenete, hogy nem sikerült megismételniük a tavalyi választási eredményt. Ezt értem, hogy százalékosan így van, de nem tudtak kétharmados győzelmet aratni, és ez azért nagyon fontos, mert rengeteg embernek ad esélyt és ad reményt arra, hogy ebben az évben ősszel fordítsanak a saját településük, a saját sorsukon. Ugyanis, miniszterelnök úr, Magyarországon 220 településen a Fidesz elvesztette a választást az ellenzékkel szemben, és az az ellenzéki együttműködés, amely eddig alakult és ezután alakult, igenis, hogy esélyt és reményt ad arra, hogy Magyarországon változást lehessen elérni ősszel, októberben az önkormányzati választásokon. Tisztelt képviselőtársaim, ezek a települések sokfelé vannak az országban, ilyen település a főváros Budapest, Szeged, Miskolc, Pécs, Nyíregyháza, Szolnok, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros, Dunakeszi, Gödöllő, Budaörs, Gyöngyös, Göd, Ózd, Kazincbarcika, Dunaharaszti, Komló, Szászhalombatta, és sorolhatnám. Tisztelt képviselőtársaim, miniszterelnöki felszólalásra reagálok, de most rendhagyó módon ellenzéki képviselőtársaimhoz szólok. Kérlek benneteket, emlékezzetek decemberre és januárra. Kérlek benneteket, hogy ezt az üzenetet, ezt ti is tudjátok a magatokénak. Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy az az remény, amely sok millió ember számára most megadatott, az váljon valóságra. Mert meggyőződésem, ha ezeken a településeken el lehet zavarni a fideszes kiskirályokat, ha ezeken a településeken a nemzeti együttműködés rendszerének kiszolgálóit, helytartóit el lehet zavarni, akkor lehet ebben az országban változást elérni. Mi ezt a felelősséget vállaljuk. Arra kérlek benneteket, hogy vállaljátok ti is, és együtt, közösen, októberben hozzuk el a választást, a változást a választók számára. Hozzuk el azt a valóságot, amely alapján októberben egy új országban ébrednek az emberek. És mi ezért a szabad, demokratikus országért dolgozzunk együtt, közösen, és tanuljunk abból a lendületből, abból az együttműködésből, amit már egyszer megtettünk. A felelősség rajtunk van, és ezt a felelősséget vállaljuk. Októberben egy új ország ébredhet. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Keresztes László Loránd úrnak, az LMP frakcióvezetőjének. Parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, ugye reagálnék röviden én is a miniszterelnök úr felszólalására, de én is szeretném meg kihasználni az alkalmat, hogy reagáljak az előttem szóló frakcióvezetők, pártvezetőknek a felszólalására. Alapvetően egyetértek azokkal a gondolatokkal, a jelentős részsel, amit előttem megfogalmaztak ellenzéki képviselőtársai, és annak a jelentőségével, amiben befejezte Tóth Bertalan, nyilván az önkormányzati választásnak óriási jelentősége lesz, ezt muszáj erről a helyről most is tudatosítani. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy tegnap egy nagyon fontos választás volt Európában, nagyon fontos választás volt Magyarországon is. És ezen a választáson viszont láthatjuk, hogy a választók egy nagyon világos üzenetet küldtek. Nagyon világos volt a választóknak az üzenete. És én azt gondolom, hogy az első feladatunk itt az, hogy megköszönjük mindenkinek, minden magyar embernek, aki fontosnak tartotta, hogy részt vegyen ezen a választáson, és fontosnak tartotta, hogy Európai Uniós polgárként kifejezze szavazatával is a véleményét. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem mindenkinek, aki a lehet más a politika listájára szavazott. Az LMP becsülettel végharcolta ezt a kampányt, és az eredmények ellenére mi megköszönjük mindenkinek, hogy megtiszteltek bennünket. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy gratuláljak minden megválasztott, minden tegnap mandátumot nyert európai parlamenti képviselőnek, és szeretnék gratulálni azoknak a szervezeteknek, akik sikeresen vettek részt az Európai Uniós kampányban. Ugyanakkor utalni szeretnék arra, hogy óriási a felelősség ezeken a szervezeteken, és óriási a felelősség, ami nyomja az európai parlamenti képviselők vállát. Ezt tudjuk mindannyian szerintem, ebben nincs vita köztünk, hogy a következő években, a következő ciklusban eldől Európa sorsa, eldől az Európai Unió sorsa, de ennél még sokkal nagyobb a tét.
és az alapján fog eldőlni Európa sorsa, és mindannyiunk jövőjét meg fogja határozni, hogy sikerül-e valódi választ adni az olyan sorskérdésekre, mint az éghajlatváltozásnak a kérdése. Sikerül-e ezzel erős összefüggésben választ találni, és megtalálni az okait annak a krízisnek, amit mi globális migrációs krízisnek nevezünk. És az is rendkívül fontos, hogy sikerül-e az eddigektől eltérően választ adni arra az óriási társadalmi és gazdasági különbségre, aminek köszönhetően Magyarországról már 600 ezer ember volt kénytelen elmenni. Ez egy sorskérdés, és a következő időszak európai parlamenti képviselőinek a munkáját történelmi távlatokba ez szerint fogják megítélni, hogy érjesszék ezt a felelősséget, és ennek megfelelően becsülettel és eredményesen képviselték a nemzeti érdekeinket. Ilyen feltételeket és ilyen módon kívánunk jó munkát minden európai parlamenti képviselőnek. Köszönöm. Következő felszóló Szabó Tíme, a Párbeszéd frakcióvezetője. Önnél a szó. Tisztelt miniszterelnök úr, hallgatva itt az ön beszédét, azért látszik, hogy egy kicsit más mozit néz, mint az európai állampolgárok. Persze értem én, hogy ezt majd a propaganda híradójukba le kell adni, ezért fontos, hogy valamit ők is halljanak öntől. Látják például azt az európai állampolgárok és a magyarok is, hogy azért hiába beszél ön történelmi győzelemről, ön például itthon a szavazóbázisát azért közel sem tudta annyira sem mozgósítani, sem növelni. Az országgyűlési választáson ön 3 millió embert vitt el szavazni. Megvárom, amíg kimulatja magát Németh Szilárd is. Ön 3 millió embert vitt el szavazni, a tegnapi napon ez 1,7 millióra sikerült, ezért azt nem mondanám egy történelmi sikernek, pedig hát, hogyha megnézzük, hogy hány száz milliárdot költöttek összesen propagandára, annyit, amennyinek a tizedét sem költötte, és nem tudta elkölteni az összes ellenzéki párt együttvéve, azért ez akkor nem mondható akkora sikernek. De hála Istennek, ön Európában valóban tudta mozgósítani az embereket, az ön ellenfeleit, az Európa pártiakat, a zöldeket, a liberálisokat, a baloldaliakat. Európában, hála Istennek, úgy tűnik, hogy nem tudott győzedelmeskedni az ön politikája. A maga hitleri Európát idéző terveire az első adandó alkalommal nemet mondtak az európai állampolgárok, ott, ahol még az ottani kormányok nem verték szét a demokráciát úgy, ahogy ön ebben az országban. Miniszterelnök úr, az ön pártja 5 évvel ezelőtt pont ugyanezt érte el, ezt az eredményt érte el, mint most, pedig az előző EP választáshoz képest azért történt néhány fontos dolog. Például az, hogy ön szétverte a teljes magyar szabad sajtót, bezáratta a Népszabadságot, és hazugsággyárakat csinált a Magyar Nemzetből és a Hír TV-ből is. A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvánnyal, amit ön nemes egyszerűséggel közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódássá nyilvánított, több mint 400 sajtótermék került az ön közvetlen irányítása alá. Aztán gyakorlatilag a megszűnés határára küldött ellenzéki pártokat azzal, hogy az állami számvevőszékkel megvonatta az állami támogatásukat. Így járt a Párbeszéd is, amelytől gyakorlatilag úgy vonta meg az állami számvevőszék a teljes támogatás, hogy egyetlen egyszer ki nem jött ellenőrizni, sőt azóta is hiába várjuk az ÁSZ ellenőreit. És akkor, amikor megkérdeztük, hogy miért vonták meg az állami támogatást, hogy egy Selmeci Gabrielás fordulattal éljek csak. Aztán mondjuk plakátokat sem tudott nagyon kirakni az ellenzék, mert azt is csak a maguk rákos időket idéző pártjának lehetett. Most így azért nem volt annyira nehéz nyerni önöknek, de még így sincs olyan nagyon sok oka az örömre. Sem itthon, sem Európában. Nézzük először is az európai eredményeket. Az ön szélső jobboldali kebelbarátainak azért nem sikerült az áttörés. Salvini és Le Pen ugyan jó eredményeket értek el a hazájukban. Európában semmilyen jelentékeny szerephez és az Európai Parlamentben nem fognak jutni. Európa nem kér még egyszer az önök fasizmusából, sőt, nem kér a szovjet tankokból sem. Lelepleződött miniszterelnök úr, az a gigantikus hazugság, hogy ön egy hatalmas európai formátumú politikus lenne, az európai porond jelentős szereplője. Megnézzük, hogy majd kiteszi önöket a néppárt, vagy majd ott fognak ugrálni magukban. Az igazi erősödést pontosan tudja ön is, hogy a zöldek hozták, nem a Fidesz-féle szélső jobboldali pártok. A zöldek másodikok lettek Németországban, harmadikok Franciaországban és Nagy-Britanniában is. Aztán nézzük egy picit a hazai számokat. Az ön pártja 14-ben Budapesten 44%-ot ért el, tegnap pedig 41%-ot minden tiltásuk, hazugságaik és propagandájuk ellenére. Az ellenzék összességében minden budapesti kerületben több szavazatot kapott, mint a Fidesz. A megyei jogú városok kétharmadában
az ellenzék összességében több szavazatot kapott, mint az önök pártja. Ön is pontosan tudja, miniszterelnök úr, hogy ez mit jelent. 16 megyei jogú városban a Fidesz bőven 50% alatt teljesített. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy hiába nyerték meg tegnap az európai választást, az őszi önkormányzati választáson vissza fogjuk szerezni Budapestet, és vissza fogjuk szerezni a nagyvárosokat. Fel fogjuk szabadítani a fővárost is, és ezeket a vidéki városokat is az önök zsarnoksága alól. Az önök minden erőfeszítése ellenére az önkormányzati választásra ősszel már formálódik az az ellenzéki együttműködés, amitől önök rettegnek. Véget fogunk vetni ennek a zsarnoki hatalomnak, véget fogunk vetni a lopásnak, a kórházak szétverésének, a szegények teljes megalázásának. Maguk azt hiszi... Köszönöm szépen! Megadom a szót Harag Péter frakcióvezető úrnak. Harag Péter frakcióvezető úré a szó. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, kedves képviselőtársaim! Miniszterelnök úr felvázolt egy képet, ami Európáról és a választásról szólt. Én ehhez szeretnék néhány mozaikot inkább a háttérről hozzátenni. Arról a képről, ami még itt felvázolódott, nem szeretnék szólni, mert az ellenzék önmagát mutatta be most. Én azt gondolom, hogy azt a higgadt hangot, amit egy ilyen választás után kötelességünk megtenni, azt kell folytatni. Ha azt az alcímet adnám, hogy magyarok és Európa, akkor természetesen egy történelmi visszapillantást kellene tenni, Szent Istvánnál kezdve, aki európai, keresztény és magyar államot alapított. Európai és keresztény volt, de közben ő nem vált hűbéresévé senkinek, megőrizte a függetlenségét. Vagy ha a történelembe tovább nézünk, akár 500 évet ugorva, akkor azt látjuk, hogy Hunyadi János és társai küzdöttek a török veszély ellen, megvédve a keresztény Európát, és megvédve a magyar függetlenségét. Ezt akarjuk ma is tenni. A keresztény gyökerű európai kultúrát és a magyar függetlenséget védeni. Az az erős felhatalmazás, amit ma, illetve tegnap kapott a kormány a következő tevékenységéhez, az a nemzeti érdekek védelmét fogja szolgálni. És még egy alcímet engedjenek meg, kampány és az európai normák. Én úgy gondolom, hogy a küzdelembe, a kampány küzdelmeibe meg kell jelenni az erőnek, a győzni akarásnak, a küzdelemnek, kemény küzdelemnek. Ezzel nincs semmi baj, és ez megfelel az európai normáknak. Viszont az alpári hang és az ízléstelen megjegyzések nem, különösen azok részéről nem, akik európaiságot hirdetnek. És meg kell jegyeznem azt is, hogy sajnos ez nem ért véget a kampánnyal. Én azt gondolom, hogy az erőt nem azzal kell felmutatni, hogy minél durvábbak vagyunk, hanem azzal, hogy nyugodtak vagyunk a saját erőnkben. Ha még egy alcímet mondhatok, az eszmei alapokról szól. Meghatározó kérdés ma a két politikai erő küzdelmében, hogy hogyan gondolkodik a szabadságról. Mi a szabadság fogalmához mindig hozzátesszük a felelősségnek a fogalmát. És az a történelmi visszapillantás, amire csak egy mondattal utalnék még, a kollektivizmus idején az egyéni szabadságot tiporták lábbal. A liberális gondolkodás viszont éppen a felelősség kevésbé hangsúlyozásával a közösségek erejét gyöngíti. Tehát amikor az a szabadságfogalom érvényesül, ami ma Nyugat-Európában, azzal a családok, az egyházi közösségek és a nemzet közösségét gyengítik. Ez is egyfajta eszmei alap ehhez a kérdéshez. Tehát amikor mi Európában gondolkodunk, és a
jövőt tervezzük, akkor mindenképpen a keresztény gyökerű európai kultúra védelmére, a közösségek megerősítésére és az emberi méltóságra helyezzük a hangsúlyt, és nem európai Egyesült Államokban gondolkodunk, hanem a Szabad Nemzetek Szövetségében, abban az Európai Unióban, amit az alapítók elképzeltek, hiszen ők így gondolták ezt az Európai Uniót, ami valóban azt a célt szolgálta, hogy a nemzetek egymással szembeni szembenállását csökkentse, az együttműködést erősítse. Mi ezt nem csak hogy elfogadjuk, de szándékozunk képviselni. Nemzeti érdekeinket, egy erős, együttműködő Európát és egy megvédett kontinent szeretnénk látni a jövőben. Ezért dolgoznak azok, akik a tegnapi napon egy erős megerősítést kaptak a magyar választóktól. Köszönöm a figyelmüket. Kocsis Máté frakciót úr következik a Fidesz részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tulajdonképpen minden ellenzéki párt a képességeinek megfelelően gratulált a győzelmünkhöz, amit köszönünk. És itt szeretném megjegyezni, hogy a komolyan vehetősége a felszólalásoknak erősen megkérdőjelezhető. Gyöngyösi képviselő, csak egy fél mondattal szeretnék reagálni azért. Ha ön szerint mi szomorúak voltunk, akkor képzeld, hogy a Jobbik milyen szomorú lenne egy 53%-os választási eredmény után. És a média diktatúrára többen megjegyzést tettek. Én a kampányban még elnéztem ezt a kirohanásokat, de egy rövid áttekintést azért engedjenek meg még akkor is, hogyha kívül tűnik a felszólalás tartalmán, de azért a vezető magyar kereskedelmi televízió, az RTL Klub az önök szolgálatában áll, a vezető magyar hírcsatorna, az ATV az önök szolgálatában áll, a legnagyobb magyar napilap, a Népszava az önök szolgálatában áll, a legnagyobb internetes portálok, az Index, a HVG, a 24 az önök szolgálatában állnak, és az a helyzet, hogy a legnagyobb heti lap is az önök szolgálatában áll, a HVG. Az a helyzet, lehet, hogy ez önöknek nem tetszik, de ezt a média diktatúrás hőbörgésüket jobb, ha befejezik. És hogyha... tovább léphetünk, Tóth képviselő úr, egy megjegyzést engedjen meg. Ön felsorolta, hogy mi tulajdonképpen elvesztettük a választásokat, városokat sorolta, ahol mind-mi nyertünk. Ezzel szemben önök eddig is a szakadék szélén álltak, de most léptek egyet előre, amihez külön gratulálok. És azt szeretném még önöknek elmondani, Szabó képviselőasszony, hogy az állami számvevőszékre tett kifogásaira annyi reakciót engedjen meg, hogy be kell tartani a törvényeket, és akkor nem indulnak el ezek az eljárások. Ez a helyzet, képviselőasszony. Ez fog történni. No, de mégiscsak, hogy... Gyurcsány frakcióvezető úrból is idézzünk egyet. Azt mondta a frakcióvezető, hogy nem tudja, mit akar a nép. Ön sosem tudta. Itt szeretném emlékeztetni, hogy ha már a miniszterelnök úr gazdasági eredményekről beszélt, hogy ki mit nem ért ebben az országban. Az önök kormányzása alatt megduplázódott a munkanélküliség. Megduplázták az államadósságot is. Magyarország teljesen elvesztette a gazdasági önrendelkezését, az IMF és a brüsszeli elit diktált. 9 éven át tartották túlzott deficit eljárás alatt az országot. Nem tudom, hogy ezek után hogyan fogalmazódhat meg, hogy ki és milyen sikerrel tudja a magyarokat képviselni. A gazdasági növekedés pedig -7-8%-os volt a visszaesés, a mostani 5,4%-os bővüléssel szemben. Az pedig, hogy a magyar választókat lenézi, azt az ön mellett ülő Bangóné Borbé Ildikótól tanulhatta. Arra kérem, hogy ne tegye, ezek a megjegyzések nem segítik a közös megértést. Azt is világosan látjuk, hogy régóta mondtuk, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezére. Akkor nevettek, nem hitték el nekünk. Gyurcsány Ferenc és Gyurcsány Ferenc családja az ellenzék vezére. Gyurcsány Ferenc itthon irányítja az ellenzéket, kedves neje pedig Brüsszelben fogja irányítani az ellenzéket. Ez történt tegnap. És az is igaz, hogy az ellenzék romjain felkapaszkodva jutottak erre az ellenzéki vezető szerepre, de mégiscsak az történt, hogy ön visszavette a hatalmat az ellenzék pártjai felett. És hogyha, amihez gratulálunk, és hogyha
szeretnénk visszaemlékeztetni mindenkit az elmúlt évekre, akkor mégiscsak ez volt az a felállás, ez volt az a régi új szövetség, amelyik a kormányzása alatt tönkretette az országot. A 2010-es gazdasági és társadalmi állapotokra talán nem kell sokakat emlékeztetni, legalább a parlamentben ülők közül. És hogyha megengedik, talán érdemes még arra sort keríteni, hogy Gyurcsány frakció vezető úr egy olyan görbe tükörről beszélt, amibe illene belenézni. Én azt ajánlom önnek is, hogy kétségtelen, hogy az ellenzék vezető szerepébe került tegnap a választási eredménye, de azért tekintsen az összmagyar választási eredményekre is. Ezt a választást a Fidesz és a Kereszténydemokrata párt megnyerte. Óriási, a magyarok többségének a szavazatával nyerte meg, és hogyha a mi választási eredményeinket megkérdezik, akkor a sajátjával is ezt teszi. Úgyhogy én azt javaslom önöknek, hogy tanuljanak a választói akaratból, higgyék el, amit a magyarok többsége mond egy választáson, az nem lebecsülendő, nem lepatkányozandó, hanem megfontolandó és figyelembe vendő. És bízom benne, hogy a magyar választók többsége összességében is a többsége által mondott irányvonal önök számára is irányadó lesz. Tehát kérem önöket, hogy az Európai Parlamentben Magyarország érdekeit legyenek kedvesek képviselni. Ne itthon a brüsszeli érdekeket. Köszönöm a figyelmet. Ezzel a válaszok végére értünk, tisztelt képviselőtársaim. Most megadom a szót miniszterelnök úrnak a viszonthallásra. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kellő tisztelettel és türelemmel meghallgattam a ellenzéki képviselőtársaim hozzászólásait, és annyit tudok mondani önöknek, hogy jól láthatóan semmit sem tanultak. Úgy látom, hogy önök dühösek, ráadásul rám dühösek, amiért az emberek nem önökre szavaztak. Ez lássák be abszurd. Emlékeztetni szeretném az ellenzéki képviselőtársaimat, hogy tegnap választást tartottak Magyarországon. A magyar emberek döntöttek, az eredmények ismertek. Csak két dolgot kérek kellő szerénységgel az ellenzéktől. Nézzenek a táblára, és tartsák tiszteletben a magyar emberek döntését. Köszönöm a figyelmüket. Tisztelt Ház, most az előre bejelentett napirend előtti felszólásokra kerül sor. Először megadom a DK frakcióvezetőjének, Gyurcsány Ferencnek a szót. Parancsolsz? Nem érdekes. Tekintettel arra, hogy nem könnyű a kormánypárti frakciókkal, magával a kormányfővel értelmes és tárgyi vitát folytatni még ebben a környezetben sem, hát azt gondolom, hogy fussunk akkor neki még egyszer, hát ha több eredményünk lesz. Azt mondják önök, hogy ők nem Európa Egyesült Államokat akarnak. Jó. Mert ez miről szól? Nem arról szól a történet, hogy megnézzük, hogy melyek azok az ügyek, amelyeket, hogyha közösen oldunk meg, akkor nem csak Európa, hanem valamennyi nemzetállam is erősödni fog. Én szerintem igen. Hónapokon keresztül küzdött a magyar kormányfő az ellen, hogy legyen egységes európai határ- és partvédelem. Őszintén nem is értettük, hiszen az, amit egyébként képviselt korábban, abból ez következett volna. Hát végre föláll. Annyira tarthatatlan lett az álláspontja, de aztán végül beadta a derekát. Így van. Akkor járunk el helyesen, hogyha Európa határait közösen védjük, belülpek szabadon mozgunk. Ez a helyes álláspont. Mondok még egyszerűbbet. Önállóan külön-külön tárgyalunk az oroszokkal gázról és olajról. Így van? Nem lennénk-e jobb pozícióban, ha azt mondanánk, hogy orosz kollégák, mostantól kezdve az Európai Unió egyben veszi meg magukkal a gázt és az olajat. Majd mi elosztjuk egymás között. Nagyobb tárgyalási, erősebb tárgyalási pozíció, vagy rosszabb?
mondhatom elegánsan, ez az energiaunió egy része. Igen, azt gondolom, hogy erről kell beszélni. Tudunk-e közelebbeni, olcsóbb lesz itthon a gáz, ha közösen veszünk? Nem olyan bonyolult összefüggés ez, hogy ne láthatnák be. Jelentős európai és világcégek úgy mozognak országhatárok között, mint a budapestiek a kerületiek között, ahogy a pécsiek kimennek Komlóra éppenséggel, vagy fordítva, de ezeket a nagy európai és világcégeket nem tudjuk közösen szabályozni. Talán mert sokan nem akarják. Én nem kételkedem az államok erejében, de azt látom, hogy az elmúlt évek azt bizonyították, hogy az államok erejénél jó néhány üzleti vállalkozás ereje jóval nagyobb. Ezeknek ellentartani, védeni a vásárlókat, a vevőket, a polgárainkat közösen sokkal nagyobb eséllyel tudunk. Közösen fellépni a bűnözők ellen, ezt maguk a legkevésbé akarják, védeni az európai adófizetők pénzét, nem megengedni, hogy az egyik-másik kormánynak lojális ügyészség, rendőrség elszabotálja a vizsgálatokat. Nem közös érdek. Erről szól. Persze, ha két ember együttműködik, akkor ott már alkalmazkodni kell, de nem mégis. Szövetségeseket, barátokat, házastársakat keresünk. Nem azt látjuk, hogy ketten, hárman, négyen, öten normális esetben erősebbek vagyunk? Őnek egy problémája van. A magyar kormányfő politikai értelemben mára lényegében azt csinál ebben az országban, amit akar, nem számít sem jog, sem igazság. Nincs érdemi, jogszerű ellenhatalom, politikai hatalom vele szemben. Egy dolog zavarja őt, hogy az Európai Unió még létezik. Nem az Európai Unió működik birodalomként, hanem az a birodalmi hatalomgyakorlás, amit itthon helytartóként a kormányfő megvalósít. Teljesen világos, abban van különbség, hogy ő csak szabad kereskedelmet akar, meg határvédelmet. Ezt mondta Lász Tampának 3 héttel ezelőtt. Mi nem. Nekünk nem mindegy, hogy az Európában élő népek szabadon élnek-e, demokratikus országokban. Igen, nem belügy. Hogy van egy tisztességes, jogállami, demokratikus körülmény egyik másik országban. Nem belügy, hogy az útszélén hagyjuk az emberek jelentős részét. Igen, szociális Európát is akarunk. Hogy lebonuljon az a szociális vasfüggöny, ami itt van, Közép, Kelet és Nyugat-Európa között. Ezekből nem kér a maguk kormányfője. De akkor miből kér? Akkor mit akar? Azt gondolom, hogy ez egy tisztességes és normális vita lenne, hogy ők erről szeretnének beszélni, és nem azzal intéznék el a dolgot, hogy aki szeretné, hogy ilyen módon erősítsük Magyarországot, az a haza ellensége és bevándorláspárti. Ez a helyzet uralja. Dömötör, a Csaba államtitkár úr a háról feladat, hogy válaszoljon, parancsoljon. Elnök úr, képviselő úr több dolgot említett, beszélt például határvédelemről, mint közös feladatról. Hát nem ön volt az, aki tüntetett a röszkei határzárnál, amikor az épült? Nem ön volt és a társai? Hát ön le akarta bontani a határzárat. Aztán beszélt, vagy utalt orosz ügyekre. Hát nem az önök kormánya idején történt az meg, hogy orosz titkosszolgálatokat engedtek be a magyar titkosszolgálatokhoz? Nem? Nem? Aztán beszélt a bűnözők elleni fellépésről. Hát mi működtünk együtt Ceglidi Csabával, vagy önök? Ki bújtatta a mentelmi jog mögé őt? Önök voltak. Mielőtt megrészegülne ön és a pártja a 10%-os eredményüktől, engedje meg, hogy pár mondatban reagáljak. Hát nehéz azt azért félmosoly nélkül végighallgatni, hogy vereségnek próbálják beállítani a Fidesz rekordgyőzelmét. Az igazmondás, a választók mellett a matematikával is hadilában állnak, ez világosan látszik. Mert mi is történt tegnap? Az, hogy a választáson is bebizonyosodott, amit mi már régóta mondunk, hogy Gyurcsány Ferenc az úr a baloldal házában. Ő diktálja a politikát, ő osztja a lapokat, ő adja a tempót, és ez azért sokat elmond a baloldal jelenlegi állapotáról. Mert mi is történt? Van egy politikus, aki kis hián szakadékba löpte az országot. Ezzel tönkretette a baloldalt is, majd most mi történik? Végignézett a romokon, felkapaszkodott rájuk, és újra kitűzte a zászlót. Most pedig diadalt kiállt. De mi nagyon jól tudjuk, hogy amikor önök diadalt kiáltanak, az valójában az ország számára tragédia, mert mégiscsak önök duplázták meg a munkanélküliséget.
Önök raktak az ország nyakába gigahiteleket, önök törölték el a családtámogatások jelentős részét, és önök hittek mániákusan a megszorításokban, és még sorolhatnám. De nem csak a megélhetési ügyek szerepelnek a szégyenlistájukon, úgy oktatnak önök európaiságból, demokráciából, hogy a sajátjaik közé lövettek. Hát tényleg ott tart a magyar baloldal, hogy 13 évvel az őszödi beszéd és a szemkilövetések után Gyurcsány Ferencet kiáltja ki vezetőnek? Tényleg ott tartanak önök? És a Jobbik ehhez pedig asszisztál? Megáll az ész. Tisztelt Gyurcsány úr, az, hogy elmartak az MSZP-től egy mandátumot, és a Jobbiktól is leasingelnek kettőt, az nem jelenti azt, hogy Magyarországon az önök politikájának többségi támogatottsága lenne. Mert a magyarok nem akarnak turbósított bürokráciát Brüsszelben, nem akarják, hogy helyettünk mások döntsenek a bérekről, az adózásról, a nyugdíjakról, vagy éppen a családtámogatásokról. Mert tudják jól, hogy amikor ezeket a jogokat kiadtuk a kezünkből, akkor mindig mi húztuk a rövidebbet. Engedje meg, hogy egy példát felhozzak. Az önök csúcsjelöltje, Timmermans úr, pár nappal ezelőtt arról beszélt, hogy a társasági adót Európában 18%-ra kellene emelni. 18%-ra, ami azt jelenti, hogy ha ezt megvalósítanák, akkor megdupláznák Magyarországon a társasági adókulcsot. Akkor aztán annyi lenne a jövőbeni béremeléseknek. Ez az önök politikája. A magyarok ezen felül nem szeretnének nyílt társadalmat, hiába hirdetik önök. És 4 mandátum megszerzése a 21-ből nem jelent felhatalmazást arra, hogy az ország érdekeivel szembe menjenek. Én valamennyire követem az önök brüsszeli képviselőinek tevékenységét, követtem az elmúlt években, bár inkább az álmokfutás szó lenne a megfelelő, és minden politikai véleménykülönbségünkön túl van egy botrányos hobbiuk ezeknek a képviselőknek. Állandóan a hazájuk ellen beszélnek, állandóan lejáratú akciókat szerveznek Magyarország ellen. Ilyet még a világ nem látott. Ilyet más európai parlamenti képviselőktől nem látunk. Arról nem is beszélve, hogy mindent megszavaztak, ami káros az ország biztonságára. A betelepítési kvóta ügyében, amit önök itt letagadnak, még aláírást is gyűjtöttek 2015-ben. A határzár ellen személyesen is tüntetett. Ezek után pedig jön az ön felesége, és nemes egyszerűséggel azt mondja, hogy ilyen tervek nincsenek is. Az ész megáll, a szó megakad. De minden új választási ciklus lehetőség az újrakezdésre, így hát azt kívánom önöknek, hogy hallják meg végre a magyarok szavát, és az Európai Parlamentben próbálják ki legalább egyszer, hogy milyen a magyarok oldalára állni. Olyan időket élünk, amikor erős kiállásra, beleállós képviselőkre van szükség, és nem utolsó sorban több józanságra. Sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nem nagy reménnyel, mégis nyomatékosan megkérem Gréci Zsolt urat, hogy ne üvöltözön folyamatosan, miközben választ adnak az önök felszólására. Mi is végighallgattuk az önökét, így van. Önök is legyenek szívesek végighallgatni a másik oldal felszólását, már ha Európáról beszélnek. Tordai Bence következik. Tisztelt polgártársak! Legelőször is szeretnék köszönetet mondani minden magyar választónak, aki tegnap felelős döntésével gátat szabott az Orbáni állampárt további térhódításának. Külön köszönet azoknak, akik munkájukkal segítették az ellenzéki pártok kampányát, vagy szavazatszámlálóként őrködtek a választás tisztasága felett. Az eredményeket látva büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek fele immunis a fideszes agymosásra. Büszke vagyok arra, hogy a magyar társadalom ellen tud tartani az állampárt minden eszközt felhasználó nyomulásának. Tegnap ugyanis a győzelmi jelentéseik dacára az Orbán párt nem érte el kitűzött célját. Hiába a politikai intézmények, a média és a gazdaság szinte totális megszállása, hiába a közpénzen folytatott fideszes pártkampányok, hiába az ellenzéki pártok anyagi kivéreztetése, hiába a kampányszabályozás Fidesznek kedvező átírása, hiába a pártállam erőszakos gátlástalansága, a magyar társadalom ellenáll. Nincs kétharmad, alig, hogy feles többség van. Nincsenek új szavazók a Fidesz mellett. Az állampárt az 5 évvel ezelőtti eredményét hozta. Sőt, Budapesten visszaszorultak az orbánisták, 3-ből 5-ből 3 szavazó az ellenzéket támogatta.
Nincs előrelépés a mandátum számban, a Fidesz most egyel kevesebb helyet kapott, mint 10 évvel ezelőtt. És nincs szélsőjobboldali áttörés Európában. Orbán Viktor nacionalista haverjai törpe kisebbség lesznek az Európai Parlamentben, és növelték mandátumszámukat a zöldek és a centrumpártok. Ez azt jelenti, hogy azok kerültek nagy többségbe, akik az erősebb, egységesebb, szolidárisabb és zöldebb Európáért küzdenek. Egyetlen jó oka lehet az örömre Orbán Viktornak és udvartartásának, sikerült kihúzni egy tüskét a körmük alól. Nem folytathatja európai parlamenti munkáját az az ellenzéki képviselő, aki a legtöbb fejfájást okozta a NER-nek. Nem szolgálhatja tovább a magyar embereket Brüsszelben Jábor Benedek és a Párbeszéd brüsszeli csapata. Mondjuk ki, ami örömre ad okot a Fidesznek, az gyászos hír a tisztességes, tisztánlátó magyar embereknek. Ami jó a Fidesznek, az rossz a magyar embereknek, a magyar társadalomnak, a magyar állampolgároknak, a magyar népnek, a magyar nemzetnek, ahogy tetszik. Amit ünnepelnek a Fideszben, azt siratják a gondolkodó emberek körében. Jávor Benedek volt az előző EP-ciklusban a legkeményebb és legfelkészültebb harcosa a klímaváltozás elleni küzdelemnek. Miközben a Fidesz sorra támogatta a klímagyilkos javaslatokat, Jávor és frakciótársai többséget szereztek a jövőbarát megoldásokhoz. Amíg Jávor Benedek és a Párbeszéd kidolgozta a 2050-ig érvényes Zöld Magyarország energiaúti tervet, a fideszes agyhalottak annyit bírnak mondani a klímaváltozásra, hogy Soros. Tisztelt hölgyeim és uraim a fideszes padsorokban! A halálos ágyukon legalább akkor lesz egy őszinte pillanatuk. És amikor majd az unokájuk megkérdezi ott maguktól, hogy amikor még megállíthattátok volna a pusztító klímaváltozást, ti mit tettetek, akkor önök, ha valóban őszinték lesznek, azt mondják, hogy kormányon voltunk, de nem tettünk semmit. Ehelyett egy öregemberről szóló hazug mesével próbáltuk elterelni a választók figyelmét. Ez a felelőtlenség csimborasszója, a mai élő és a jövő generációk elárulása. Ez ennek a felelőtlenségnek, ennek az árulásnak volt az ellenképe Jávor Benedek és Párbeszédes csapatának EP-ben végzett munkája. Az a szorgos, alázatos és kőkemény munka, amivel Jávor és társai a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a társadalmi összetartozás, a sajtószabadság, az átláthatóság, a magyar demokrácia ügyét szolgálták. Ezúton szeretném megköszönni ezt nekik minden tisztességes ember nevében. Nagyon köszönjük. És még egy dologban hátra, hogy gratuláljak és jó munkát kívánjak a mandátumot szerzett ellenzéki képviselőknek. Örülök, hogy ebben a kampányban gyakorlatilag mindegyikük felzárkózott ahhoz a zöld baloldali programhoz, amit a Párbeszéd megalakulása óta hirdet. Örülök, hogy immár minden ellenzéki pár támogatja azt az emberközpontú és jövőbarát Európát, amiért Jávor Benedek eddig dolgozott. A Párbeszéd elnökségi tagjaként csak kérni tudom, de magyar és európai polgárként, földlakóként elvárom a most mandátumot szerzett képviselőktől, hogy folytassák azt a munkát, amit Jávor Benedek megkezdett az Európai Parlamentben. Jó munkát és sok szerencsét mindnyájunknak! A kormány nevében, jól látom, Cseresnyés Péter államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Azt hittem valószínű sokak másokkal egyetemben, hogy a tegnapi eredmények láttán nagyobb szerénységgel fognak önök megnyilvánulni a parlamentben, de tévedtünk ebben, hisz ugyanazok a fogalmak, ugyanazok a szófordulatok, ugyanazok a gyalázkodó szavak kerültek elő hozzászólásaikban, megfogalmazott mondataikban, amit megszoktuk önöktől. És talán azt lehet mondani, önök mellett elment a valóság, mert olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyekkel saját magukat hitelkedik abban, hogy miért volt ez a szerény eredmény a tegnapi választás következményeként. Szabó Tímea is, ön is elővette azokat a sablonokat, azokat az arrogáns szavakat, megfogalmazásokat, amellyel sokszor találkoztunk itt az elmúlt időszakban, és azért mondtam az előbb, hogy valószínűleg elment önök mellett a valóság, mert nem vették észre, hogy többek között ennek is köszönhető, hogy a tegnapi nap folyamán két párt, összefogva önökkel az MSZP és önök,
egy nagyon szerény, talán történelmi mélypontot elért eredményt tudtak felmutatni a választások kapcsán. És azért is lehet mondani, elment önök mellett a valóság, hisz például most sem figyelt oda miniszterelnök úrnak a felszólalására, nem hallotta meg azokat a mondatokat, azokat az adatokat, azokat a tényeket, amelyeket felsorolt, ami miatt valószínű az emberek úgy döntöttek, hogy arra a pártszövetségre bízzák a következő időszakban az Európa Parlamentben is a többségi képviseletet, akik az elmúlt időszakban a magyar gazdaságot rendbe tették, azután, hogy az önök pártszövetsége egyik tagja az MSZP 2010-re szinte csődközeli helyzetbe sodorta az országot. Ebből a helyzetből sikerült hosszú és kemény munkával a magyar társadalomnak egy nagyon komoly eredményt fölmutatni, szinte lépésről lépésre, hónapról hónapra, évről évre újabb és újabb eredményeket tudtunk fölmutatni a foglalkoztatásban, a fizetések emelésében, az oktatás területén, az egészségügyben és a különböző infrastruktúrális beruházások, vagy éppen az Európai Uniós pénzek felhasználásában. Ez azt jelenti, itt ma már elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban és az elmúlt évben szinte Európában a legnagyobb gazdasági növekedést tudtuk felmutatni. Ennek az erőteljes munkának, a társadalom munkájának köszönhető az, hogy 2010 után a 12%-os munkanélküliséget sikerült jóval 4% alá csökkenteni. Úgy, ahogy elhangzott, nagyon komoly sikereket sikerült elérni a bérek növekedésében, mind a versenyszférában, mind az állami szférában. A fogyasztás jelentős mértékben növekedett és növekszik a mostani időszakban is, és ezeket a tényeket önök figyelmen kívül hagyják, és próbálják riogatni az embereket olyan helyzet bemutatásával, aminek, ahogy mondtam, a valósághoz semmiféle köze nincs. Sőt, azt lehet mondani, egyik komoly fegyverük, amit talán ugyancsak a társadalom többsége bizonyított, hogy ezzel a szavazással is elutasít, amikor megpróbálnak képviselőtársakat lejáratni személyükben, különböző megfogalmazásokkal, egy-egy hozzászólásban. Én azt hiszem, hogy emiatt van az az eredmény, amit önök elértek, és ezért kellett itt egy nekrológot mondani Jávor Benedek képviselői munkásságára, aminek az eredményességét egyébként mások nagyon komolyan megkérdőjelezik, hisz azon kívül, hogy öndicséret büdös, öndicséreten kívül komoly eredményt nem tudott fölmutatni. Úgyhogy talán a magyar társadalom, a magyar szavazóknak a többsége szavazatával is bebizonyította azt, hogy az a munka, amit ő ott elvégzett az Európai Parlamentben, vagy amit önök az elmúlt egy évben itt végeztek az MSZP-vel közösen, az erre elég, és reméljük, hogy a következő időszakban is a magyar társadalom nyitva tartva a szemét azt az eredményt értékeli, amelyet a kormány és a kormánypártok föl tudtak az elmúlt időszakban mutatni. Köszönöm a figyelmüket! Napirend előtti felszólásra jelentkezett Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A tegnap lezajlott európai parlamenti választás történelmi pillanat és történelmi esély, amely meghatározó Magyarország és Európa jövője számára. Az identitásában meggyengült Európa lehetőséget kapott arra, hogy visszataláljon gyökereihez, amely nélkülözhetetlen megerősödéséhez, és ahhoz, hogy határozott és hatékony választ tudjon adni a migrációs kihívásokra. Mi magyarok az 1000 éves keresztény kultúránkat alaptörvényünkben valljuk meg, amelyet közös európai alkotmány formájában nem vállalt fel Európa. Az elmúlt időszak kihívásai és terrorcselekményei azonban megmutatták, hogy erős identitás nélkül nincs biztonságos jelen és nincs biztonságos jövő Európa számára. Nem látni az összefüggéseket, a Közel-Keleten zajló folyamatok és annak Európára gyakorolt biztonságpolitikai hatásaira, a vallásközi párbeszéd és a kiszolgáltatott és üldözött keresztények és más vallási közösségek védelmének a jelentőségében életveszélyes tájékozatlanság. Mert ami zajlik Közel-Keleten, hatással van és lesz Európára.
Libanonban, Szíriában és Irakban az elmúlt 7 évben összesen 40%-kal csökkent a keresztények lélekszáma, és kézzelfogható anyagi támogatás, valamint biztonsági garanciák nélkül kivéreztetésük és elvándorlásuk tovább folytatódik. Ahogyan a libanoni mufti mondta, a keresztények jelenléte nélkülözhetetlen a Közel-Kelet békéjének a megőrzéséhez. Míg a terrorszervezetek, az Al-Shabaab, a Boko Haram, az iszlám állam és a muszlim testvériség rendkívül átgondolt stratégiával írtja a keresztény közösségeket és a keresztény kultúra írmagjait a világban, addig a kulturális identitás hiányának jeleivel találkozhatunk nap mint nap Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban, ahol templomokat éppen mecsetek kialakítanak át, és egyes országokban már a müezzin ima hívó szavára is felhallatszik. A multikulturalizmus neoliberális olvasata hidegen hagyja a tömegesen érkező bevándorlókat, az általuk lakott negyedek pedig az iszlamizmus bázisaivá válnak. Miközben a nyugati liberális törvények által garantált védelem előnyeit élvezik, ezek a közösségek egyre nyilvánvalóban zárkóznak el az európai normák átvétele és az európai hagyományok megismerése elől. Ha Európa nem büszke közös keresztény kultúrájára, hogyan várjuk el, hogy egy idegen, erős identitású kultúra tisztelje azt? A kulturális identitását vesztett Európába érkező bevándorlókban fel sem vetődik az integráció igénye, mert számos esetben azt látják, nincs mihez. Ki kell mondanunk, hogy a liberális megközelítés és a bevándorláspárti politika teljes kudarca az integráció sikertelensége, amely a vallási radikalizmus melegágya. Köszönöm és meghajlok mindazon magyar állampolgárok előtt, akik megértették a magyar kormány üzenetét, mert büszke vagyok arra, hogy a magyar kormány elsőként vállalta fel a világban, hogy az üldözött keresztények hangja legyen, és elsőként hozta létre az uniós tagállamok között önálló államtitkárságot az üldözött keresztények megsegítésére. Mi nem az Egyesült Európai Államokért, hanem Európa keresztény kultúrájának megőrzéséért küzdünk, és hiszek abban, hogy a tegnapi európai parlamenti választással új európai időszámítás kezdődött, amely visszavezetheti Európát a helyes útra, ott, ahol közös történelmi múltját, kultúráját és annak alapjait találja, és óvó tekintetét helyezi Közel-Keletre, keresztény kultúrájának bölcsőjére. A tegnapi európai parlamenti választás és a magyar állampolgárok 52,33%-os támogatásának köszönhetően olyan erőt és felhatalmazást ad a magyar kormány számára, amellyel tovább folytathatja azt a missziót, amelyet a közel-keleti keresztény közösségek megőrzésért tesz, valamint a Közel-Kelet békéjének a megtartásáért, amely hatással lesz Európa jövőjére. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Válaszadásra az Beatrice Tán államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Képviselőasszony nagyon fontos jelenségre hívta fel a figyelmet. Keleten és délen a templomokat felrobbantják, nyugaton pedig bezárják őket, parkolóvá vagy mecsetté változtatják. És ezért is fontos, ami tegnap este történt, kellő szerénységgel és alázattal, de egyértelműen kijelenthetjük, a tegnapi európai parlamenti választás elsőbbről siker volt a Fidesz-KDNP, a magyar kereszténydemokrata kormánypártok számára. De ez nem csak a kormánypártok, hanem egész Magyarország sikere is. Ennél is több, egy erős felhatalmazás, hogy folytassuk Brüsszelben nemzeti érdekérvényesítésünket, küzdelmünket a migráció, a bevándorlás ellen, és erős felhatalmazás amellett a magyar kormány álláspont, de egyben nemzeti misszió mellett, hogy a keresztény kultúra védelmét felvállaljuk szolgálatként. Erős felhatalmazás tehát, hogy a magyar kormány folytassa a migrációs politikáját, és ezzel összefüggően a humanitárius politikáját, amelyet úgy hívunk, hogy Hungary Helps, és amelynek alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni Magyarországra. Engedjék meg, hogy egy kicsikét hazabeszéljek. A választás eredménye ilyettén a kormány üldözött keresztények érdekében tett erőfeszítéseinek, és a Hungary Helps fogannak is visszaigazolás jelent.
Folytatjuk tehát, amit elkezdtünk, a keresztény civilizáció, és ami még fontosabb, a keresztény emberek, az üldözött keresztények védelme érdekében. Kicsit eltérve itt a papírtól, engedjék meg, hogy a személyes élményemet adosszam meg önökkel. 2 héttel ezelőtt iraki Kurdisztánba jártam, az ottani asszír közösségnél. Ők az iszlám állam által nagyon kemény üldöztetésnek, emberrablásoknak, rabszolgaságnak voltak kitéve, tömeggyilkosságnak, és jelentős részben elvándoroltak a Közel-Keletről. Ott, amikor ott jártam, az egyik asszír pátriárka azt mondta, hogy jelenleg Sydneyben már több asszír keresztény van, mint Irakban, ahol az egész vallást alapították a kereszténység bölcsőjében 2000 éve. Mégis volt egy kis zárvány közösség, amelyik megmaradt, és a Hungary Health program azt támogatta, hogy a templomukat felépítessék, ezt kérték tőlünk. Tehát nem más, nem lakóépületeket, nem oktatásban segítséget, hogy felépítessék a templomukat, és ez hozzájárul, hogy ott maradjanak. Azt mondták nekem, hogy ők őrzik a templomokat, mert a templomok őrzik meg őket és a jövőjüket. Úgyhogy büszke vagyok arra, hogy a magyar szolidaritás eredményeképpen legalább ezt az asszír keresztény közösséget meg tudtuk menteni. Jártam ezen kívül is a 2 évvel ezelőtt átadott erbili, iraki kurdisztáni Szűz Mária katolikus iskolába, ahol több száz belső menekült gyerek tanul, köszönhetően a Hungary Health programnak és a magyar katolikus hívek adományozásának. Én egy kisgyerekes családapa vagyok, azt tudom, hogyha el kéne menekülnem a szülőfalumból, a szülő otthonomból, és olyan helyre érkeznék, ahol nem tudok se orvosi ellátást, se oktatást adni a gyerekeimnek, akkor én tovább mennék. Ők viszont a magyar segítségnek köszönhetően ott maradtak, és ezzel csatlakoztak ahhoz a több mint 35 ezer keresztény ember ez a Közel-Keleten, akiknek a helyben maradását a migrációval szemben a Hungary Health program támogatta. A Hungary Health program nem csak az eredményeit és hatékonyságát tekintve, de nemzetközi megbecsülést tekintve is igazi magyar sikertörténetté vált. Talán láthatták, hallhatták a híreket, legutóbb az Egyesült Államok elnöke Donald Trump méltatta elismerő szavakkal Magyarország üldözött keresztények védelmében tett erőfeszítéseit az Orbán Viktor miniszterelnök úrral való washingtoni találkozója során. És egyre többen csatlakoznak hozzánk Egyesült Államokkal mellett, már Lengyelországgal közösen támogatjuk a szíriai keresztény embereket. Tisztelt Országgyűlés, az üldözött keresztények megsegítésére soha nem látott módon szükség van. Jelenleg a világon 245 millió ember szenved el hátrányos megkülönböztetést a keresztény hite miatt, és naponta közel 1 tucat 11 ember gyilkolnak meg ártatlanul a Krisztus hite miatt. Tegnap a magyar választók pontot tettek annak a kérdésnek a végére, hogy a keresztény Európa védelmének, az üldözött keresztények megsegítésének a magyar programjai helyesek, és folytatni kell őket, mert méltóak 1000 éves keresztény államiságunkhoz. És még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki tegnap leadta szavazatát, bizonyítva ezzel, hogy sokakat érdekel hazánk Magyarország jövője. Külön köszönet a Fidesz-KDNP támogatóinak, hogy hozzájárultak, hogy még erősebben tudjuk érvényesíteni nemzeti érdekeinket, és hogy megemlékezzünk a tegnapi gyereknapról is. Ezzel a felhatalmazással továbbra is azért fogunk dolgozni, hogy egy biztonságos Európát építhessünk, adhassunk át gyermekeink számára. Köszönöm a figyelmet! Most Jakab Péter, a Jobbik képviselője következik. Szépen, elnök úr, tisztelt ház! Az első szó természetesen a köszönet. Én a Jobbik frakciója nevében köszönöm mindazoknak a honfitársaimnak, akik tegnap elmentek szavazni, és a Jobbikra húzták az X-et. Még nagyobb köszönet jár, teszem hozzá, azoknak a jobbikos tagoknak, aktivistáknak, akik nem csak hogy ránk szavaztak, de tevőlegesen is részt vettek a Jobbik kampányában. Azért kell ezért ma óriási köszönetet mondani, mert ez ma Magyarországon nem egy veszélyektől mentes munka. Aki ma a Jobbik standjai mellé odáll, az nagyon sok esetben ebben a fene nagy demokráciában az állásával játszik. Önök ugyanis igyekeznek mindenkit megtorolni, aki nem ért önökkel egyet. Alaposan megágyaztak a tegnapi választási eredmények, teszem hozzá. Az elmúlt 1 évben önök minden létező eszközt felhasználtak azért, hogy a Jobbikot a földdel tegyék egyenlővé. Önök mögött van egy óriási 5000 médiumot tartalmazó médiavállalkozás. Dömötör elvtárs. 250 megnyert sajtóper van mögöttünk. Ez 250 Jobbikról terjesztett hazugság. Elégedett? Jól működött a rendszer? Így kell elcsalni a választást?
A TV2 az önök egyik fő csatornája, a Nemzeti Választási Bizottság határozataira, a kúria döntésére is nagy ívben tesz. Nem tartják be a törvényeket. Elégedett? Domokos elvtárs már kimenekült, szaladt a kormányfő után a független elnök úr, ugye? Elégedettek az ő működésével? Elvégezte a feladatot a pártállamban? Az 1 milliárd forintos Jobbikra kiszabott büntetéssel? Önök mindent elkövettek, hogy minket eltöröljenek a föld színéről, ahelyett, hogy kiegyensúlyozott küzdelemben mérkőztek volna meg velünk. Úgyhogy azt mondom, hogy az már ma egy óriási győzelem, hogy a Jobbik egyáltalán létezik, a mandátum innentől kezdve már csak a prémium kategória. És ha azt hiszik, hogy letesszük a fegyvert, akkor óriási tévednek. Eszünk ágában is letenni a fegyvert. Megyünk előre, a szükséges változtatást végrehajtva, de úgy fogunk nekifutni az önkormányzati választásnak, hogy önök sírni fognak a végén. Az összes létező megyeszékhelyet, az összes létező nagy és közepes települést, és lehetőleg a falvakat is el fogjuk önöktől venni, és egy biztonságos és szabad Magyarországot fogunk teremteni. Mára eljutottunk oda, képviselőtársak, hogy a Fidesz Európában vállalhatatlan. Európában önök vállalhatatlanok. Sarokba szorították a saját nemzetüket, és elszigetelték Európában. Önök ciki képviselők a néppártban. Cikik. És nekünk is. Önök azt mondják, hogy önként vonultak ki a néppártból, dehogy önként. Egyébként meg kit érdekel. Nincsenek ott a futballpályán, hogy miniszterelnök úr hát, hogy jobban érti. Önöket lezavarták az Európai Unió focipályájáról, bezavartak minket önök miatt az öltözőben, és mások alakítják az országuk helyzetét. A szlovákok, a csehek, a lengyelek lövik a gólokat helyettünk. Mi nem harcolunk az uniós forrásokért, nem harcolunk a béremelésért, a korrupció elleni küzdelemben nem kívánunk részt venni, nem akarunk határőrséget. Ezeket a témákat önök mind eldobták maguktól. Hát persze, hogy eldobták, mert nem érdekli önöket. Bérfelzárkóztatás. Hát államtitkár úr mondta itt a parlamentben nem egyszer, hogy örömteli, hogyha valaki Magyarországon 100 000 forintot keres, mert 10 évvel ezelőtt még ennyit se keresett. Micsoda perspektíva, micsoda jövőkép a magyar melósnak, ugye? Örüljön a mostaninak, mert régen még ennyi sem volt. És hogyha valaki elmegy innen, mert ma 1,5 millió honfitársunk tervezi azt, hogy elmegy a hanyatló nyugatra, nem Vlagyivosztokba mennek, hanem a hanyatló nyugatra, akkor önök hoznak be a helyükre olcsó keleti vendégmunkásokat, migránsokat, gazdasági bevándorlókat, Ukrajnából, Törökországból, teljesen mindegy, hogy honnan, a lényeg az, hogy olcsón dolgozzanak. Ez az önök igazi bevándorlás politikája. 86 000 gazdasági bevándorlót telepítettek be ebbe az országba. Tiszaújvárosba 3 000 törököt fognak hozni, valószínűleg nem hithű keresztényeket. Hogyan fogják így megvédeni a keresztény Európát? Árulják már el nekem. Azt se tudjuk, hogy kik vannak itt, mert a nemzetbiztonsági átvilágításukra önök nemet mondtak. Úgyhogy azt mondom, hogy innentől kezdve egy ember az, aki igazán nemzetbiztonsági kockázatot jelent ebben az országban, az pedig Orbán Viktor. Nem tudjuk, hogy miért engedte be az Assad rezsim pénztárosát, miért engedte be Gruevszkit az Európai Parlament tiltakozása ellenére, miért vétózza meg azokat a nemzetközi szerződéseket, hogy Magyarországtól és Európától távol állítsuk meg a migrációt. Tudjuk, hogy miért, azért, mert azt akarja, hogy lehessen riogatni a migránsokkal, mert ő meg akar belőle élni, mind politikailag, mind pedig anyagilag, mint ahogy a korrupcióból is. Önök 2010 óta csak a túlárazott közbeszerzésekkel minden egyes munkavállaló zsebéből kivettek 1 millió forintot. Önök tartoznak a magyar népnek. Minimum 1 millió forinttal, mikor akarják ezt visszaadni? Úgyhogy én azt mondom, itt a nagy választási győzelem ünnepése közepette, hogy vegyenek vissza az arcukból. Mert vannak még Magyarországon olyan emberek, nem is kevesen, akiket nem lehet megfélemlíteni, akiket nem lehet megvásárolni, és akiket nem lehet meghűjteni. Na ők lesznek az önök népítélete, mi pedig a végrehajtók. Miután továbbra is egyelőre még parlamentáris demokráciában vagyunk, ezért Orbán Balázs államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Próbálok majd mindenképpen reagálni az ellenzéki oldalról elhangzott politikai nekrológokra, illetőleg ezekre a nyilas fenyegetőzésekre, de előtte azért az első szó az a mégiscsak a köszöneti lenne, ugyanis az Európai Uniós politikákért felelős miniszterelnökség nevében szeretném először megköszönni a magyar választópolgároknak, kormánypárti és ellenzéki szavazóknak is, hogy elmentek és kifejezték akaratukat, és kifejezetten a kormánypárti szavazóknak szeretném azt is megköszönni, hogy azt is a tekintetben is kifejezték akaratukat, hogy milyen Magyarországon szeretnének élni, milyen Európában szeretnének élni. Emellett szeretném megköszönni a választást lebonyolító munkatársaknak, segítőknek, hogy a jogszabályok alapján, a jogszabályoknak megfelelően járultak hozzá a választások sikeres lebonyolításához, sokkal sikeres lebonyolításához, mint ahogy az más nyugat-európai országban megvalósult.
Tegnap a választópolgárok megmutatták, hogy Magyarország erős, azért, mert a magyar választópolgárok akarata egységes, és ráadásul nagyon büszkék vagyunk arra, hogy soha nem volt még ekkora részvétel Magyarországon európai parlamenti választáson. Ráadásul a Fidesz-KDNP 2010 óta a legjobb listás eredményt érte el, és hogyha megnézzük, hogy ez mit jelent az európai parlamentben, akkor nyilván van egy kis bizonytalanság, mert a végleges adatok még most érkeznek folyamatosan, de a lakosság 2%-át kitevő tagállam egyik pártja, az az Európai Parlament 14. legerősebb pártja lesz. Azt hiszem, hogy ez komoly siker, és ráadásul az Európai Néppárton belül is, nyilván ott még a számok egy kicsit bizonytalanok, de a Fidesz-KDNP által bejuttatott képviselők dobogós helyen szerepelnek a legerősebb pártok listáján az Európai Néppárton belül. Ez nagyon komoly képviseletet jelent Magyarországnak, és azt hiszem annak, hogy a magyar kormánypártok ilyen komoly szerepet töltenek be, az ország méretéhez képest is komoly szerepet töltenek be a következő Európai Parlamentben, erre mindenki büszke lehet. Mi azt gondoljuk, hogy ez erős felhatalmazást is jelent ahhoz, hogy a miniszterelnök úrnak a 7 pontos programját meg tudjuk valósítani, amelyben két programerem az eszköznek tekinthető, egyrészt a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, akik megbuktak e tekintetben az elmúlt 5 éves ciklusban, és bevándorlás ellenző vezetőket kell az unió élére tenni, és ha ez megvalósul, akkor a 7 pontos programnak a többi 5 tartalmi eleme is meg tud valósulni, így nem lesz kötelező a migránsok befogadása, nem engednek be érvényes igazolvány nélkül senkit Európában, nem lesznek migránskártyák és migránsvízumok, Soros György bevándorlás segítő tevékenysége visszaszorul, és hátrányos megkülönböztetést a keresztény hite és vallása miatt senkit nem fog érni Európában. Ugye az európai parlamenti választási eredményeket nézzük, akkor egyértelmű, hogy az emberek Európában is változást akartak. Nem voltak elégedettek azzal az irányjal, amit eddig hagyományosan mainstreamnek minősülő és többséget jelentő pártok adtak. A 751 mandátum több mint fele, mindössze 6 nagy tagállamból jön. Németország, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Lengyelország, Egyesült Királyság. Nézzék meg az eredményeket. Mindenhol olyan pártok nyertek vagy erősödtek meg, akik nem értenek egyet azzal az irányjal, amiben Európa vezetői a kontinenst az elmúlt 5 évben vezették. És ezzel emellett mit látunk a magyar parlamentben? Egyrészt az ellenzék aggódik a Fidesz támogatottsága mellett. Egészen szürreális megjegyzéseket hallottunk. Önök a valóságtagadás állapotában vannak. Magasabb részvétel mellett több szavazat, magasabb szavazati arány és több mandátum az, ami a Fidesz-KDNP választási eredményét jelenti. Ezzel ők nagy támogatással megnyerték a választásokat. A másik érvelés, amit mindig szoktunk hallani, hogy az emberek buták, és csak különböző eltérítő hadművelet miatt szavaztak az ellenzéki pártokra. Ez régi marxista terminológia, amit az SZDSZ hozott be a rendszerváltoztatás utáni parlament történetébe, hogy van a történelem fejlődésének egy iránya, amit az élcsapatnak kell megjeleníteni, és hogy az emberek az a baj, hogy ezeket az utópiákat nem támogatják. Az emberek nem szeretik az utópiákat, az emberek a valóság talaján állnak, és nem szeretik a marxista logikájú élcsapat teóriákat sem. Úgyhogy ezt a gondolatot ajánlanám az ellenzéki képviselők figyelmébe is, és különösen a Jobbik képviselőinek figyelmébe is, akik ugye a történetük egyik legrosszabb eredményét érték el, 6%-kal, a tavalyi választásokhoz képest is 14%-ot esett a támogatottságuk. Külön érdekesség, hogy Budapesten még a magyar kétfarkú kutyapárt is megelőzte önöket, egy viccpárt is megelőzi önöket. Milyen képviseletre számíthatunk önöktől Brüsszelben? Köszönöm szépen a szót, valószínűleg semmilyenre. A naprendeltű felszállások sorrendje szerint Keresztes László Lóránt frakcióvezető úr következik az LMP részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát érdekes volt hallgatni államtitkár úrnak a felszólalását, konkrétan ilyen választási matematikát és politológiai elemzést hallhatunk, csak nem értem az államtitkár, hogy milyen alapon elemzi a Fidesz-KDNP eredményét, vagy éppen egy ellenzéki pártnak az eredményét. De akkor térjünk vissza a napirendelőti hozzászólásnak a tartalmához. Én ezt a hozzászólást és a napirendelőti felszólalásomat is a köszönettel szeretném kezdeni. Én is minden magyar választópolgárnak szeretném megköszönni ismételten, akik részt vettek a választáson. Mindenképpen a magas részvétel az örömteli, rendkívül fontos, hogy ilyen sokan érezték
szükségesnek, hogy kinyilvánítsák ilyen módon a szándékukat. És ismét szeretném megköszönni az LMP szavazóinak, hogy elmentek. Ugye sok-sok viszontagság, stb. Ellenére elmentek és letették a voksukat Magyarország zöld pártja mellett. És szeretném innét is a parlamentből megköszönni valamennyi aktivistánk tagunknak az áldozatos munkáját, amit ebben a kampányban becsületesen elvégeztek. Egy kicsit reagálva az előttem felszólalókra, itt nagyon sokat vitatkoztunk már az elmúlt időszakban az európai integráció eddigi eredményeiről, mérlegéről, illetve arról is, hogy mennyire sikeresen képviseli, illetve képviselte a magyar kormány, vagy a magyar kormány pártok színeiben mandátumot szerző európai képviselők, milyen sikerek képviselték a nemzeti érdekeinket, és nyilván nagyon sok vitát fogunk még arról folytatni, hogy a jelen helyzetükben, az európai politikában elfoglalt helyzetükben ezt mennyire fogják sikeresen megtenni. De én azt gondolom, hogy mégis azokról a legfontosabb sorskérdésekről kell most beszélnünk, amik meghatározzák a következő időszakban az Európai Unió jövőjét, európai jövőjét, és óriási hatással lesznek Magyarországra is, az egész magyar nemzetre. Önök a kampány során is, illetve a mai napon hallható felszólalásaiban a migráció kérdéséről beszéltek. És azt mi elmondtuk nagyon sokszor itt a parlamentben és egyéb fórumokon is, hogy tökéletesen egyetértünk azzal, hogy a migrációs krízis kezelése, ennek a valós, reális kezelés, az okok feltárása és az okok megszüntetése iránti valós cselekvés és eredmény, az egy sorskérdés, egész Európa sorskérdés Magyarország számára is. Ez teljesen világos, és szerintem ebben nagyon széles körű konszenzus van, hogyha nem is teljes konszenzus a magyar parlamentben. Én viszont itt a parlamentben is, és a brüsszeli munkám során is, amíg a régió bizottsága tagja voltam, tapasztaltam, hogy a kormány egy szót sem ejtett a migráció valódi okairól. És így nem is tett indítványokat, még a saját súlyának megfelelően se, hogy ezeket az okokat tudjuk kezelni. És önök beszéltek nagyon helyesen egyébként a keresztény európai értékek támogatásáról, elismeréséről és azok megvédéséről. Beszéltek azokról a valóban súlyos problémákról, amiket tapasztaltunk Nyugat-Európában az integrációt érintően. És azt is elismerem, és tapasztaljuk azt, hogy ezeket a problémákat, hogy az integráció kérdését nagyon sok erőteljes politikai párt vagy politikai párt család tabu témaként kezeli. Tehát fontos ezeket a kérdéseket kitenni az asztalra. Csak amikor erről beszélnek, a migrációról, az integráció problémáiról, akkor hogy juthatnak el a másik oldalról, hogy az éghajlatváltozást egyfajta ilyen sorosista bűbájnak titulálják. Azért nagyon bízom benne, hogy politikai nyilatkozatok elhangzanak fideszes politikusok részéről, de azért azt önök is tudják, hogy a következő időszakban az éghajlatváltozás milliókat, tízmilliókat indíthat el Európa felé. Akkor azzal önök mit fognak kezdeni? Tehát nyilvánvaló, hogy meg kell tudni őrizni, tehát meg kell állítani az illegális bevándorlást, meg kell védeni Európa külső határait, és azzal is tökéletesen egyetértünk, hogy a bevándorlás politikának nemzeti hatáskörbe kell maradni. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz nem is csak hazai szinten, és nem is az európai szinten, Európai Unió szintjén, de globálisan kell felelősséget vállalni és lépéseket kell tenni az éghajlatváltozás hatásainak ellensúlyozásáért. Az LMP annyi sikert az óriási kudarcunk mellett mindenképpen fel tudott mutatni, hogy ezt a kérdést legalább a kommunikáció szintjén be tudtuk vinni a köztudatba. Az nyilvánvaló és az eredményekből jól látszik, hogy ezt nem tudtuk szavazatokra váltani, és igen, mi a kellő alázattal láttuk a magyar választópolgároknak a döntését, és a megfelelő következtetést az LMP vezetése a tegnapi napon meg is hozta. De ismét felhívom a figyelmet minden megválasztott európai parlamenti képviselőnek arra, hogy óriási felelősség nyomja az ő vállukat. És emellett a felelősség mellett azt kívánom nekik, jó munkát kívánunk nekik, de azt, hogy minden lépésükkel, minden döntésükkel a magyar nemzeti érdekeket képviseljék. Köszönöm. Vétvári Bence, államtitkár úr, szó. Szólt elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt ház. Felszólás elején azt mondta, hogy miért elemzik a választás konklúzióit a kormánypárti államtitkárok, majd ön elkezdett és a választások elemzésébe csapott bele. Bízunk benne, hogy nekünk is megvan az a jog, mint önnek, hogy itt a Magyar Országgyűlésben esetleg a tegnapi nap nagyon fontos döntését elemezzük, és abból következtetést vonjunk le. Mi azt a következtetést vonjuk le valóban, hogy az emberek megerősítették azt a politikát, amit a Fidesz-KDNP folytatott, megerősítették azt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. Az LMP számára talán az a legtragikusabb, hogy pont abban az időpontban estek ki az Európai Parlamentből, amikor az európai választók tömege mondta azt, hogy más európai politikát szeretne, hogy legyen más a politika Európában, de ezt nem az LMP-n, a lehet más a politikán keresztül, hanem itt Magyarországon a Fidesz-KDNP-n keresztül üzenték meg Brüsszelnek, hiszen az elmúlt évek tisztelt képviselő a nemzeti érdekképviselet keretében, amit ő fontosnak tartott és mi is fontosnak tartunk, bizony az ezen érdekképviseletből fakadó konfliktusok sorának a megvívását jelentette. Ön itt elmondja, hogy mennyire fontos a nemzeti érdekeit képviselni, de amikor bármilyen
eljárás alá vonnak minket, akkor az egész ellenzék egy emberként mindig a magyarokat támadó monitoringbizottságok, jelentések, Sargentinik és hasonlók oldalára állnak, különböző bizottsági, jogállami eljárások, gazdasági eljárások kapcsán mindig a túloldalt védik a magyar emberek érdekével szemben. Hogy lehet az, hogy egyik pillanatban önök magyar nemzeti érdekképviseletről beszélnek, a másik pillanatban pedig átállnak a túloldalra és a magyar embereket támadókat mutatják be olyannak, mint akiket követni kellene. Ebből is látszik, hogy talán ez az a politika, amelyből az emberek nem kértek, a magyar ellenzéknek ez a politikája, amelyik mindig, minden esetben a magyar emberek ellen, a különböző brüsszeli vizsgálatok mellett foglalt állást. Nem önnek mondanám, tisztelt képviselő, hanem az ön előtt felszólalóknak, hogy azt viszont a leghatározottabban visszautasítjuk, amit itt önök mondtak, és amire már utaltak államtitkár kollégáim is, hogy Bangóné hagyományai járva agymosottnak nevezik azokat a százereket és milliókat, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak. Mi semmifajta pejoratív jelzőt nem tettünk és nem teszünk azokra, akik kisebb vagy nagyobb hányadban, pár tízzer vagy pár százezer fő esetében, de az önök pártjára szavaztak, még akkor is, hogyha nem értünk velük egyet. Önök viszont, akik szeretik a tolerancia bajnokainak mutatni magukat, akik azt mondják, hogy a kormány oldalon van agresszív retorika, és önök pedig a konszenzus vagy a finoman modornak a képviselői, önök pedig itt a parlamentben ma már 4-5 alkalommal mondták azt, hogy a kormánypártnak a támogatói mind agymosott emberek, és nem a tudatok teljes tudatában döntöttek úgy, hogy a Fideszt és a KDNP-t támogatják. Ez a demokratikus hozzáállásukról is egy bizonyítékot jelent, másrészt az emberi méltóság tisztelete iránti helyzetüket is mutatja. A leghatározottabban kikérem a magam nevében és azon sok százer és millió ember nevében, aki a Fidesz-KDNP-t támogatta, hogy önök agymosottak nevezzenek bárkit Magyarországon, és így azokat is, akik a mi támogatóink voltak az előző napon a választások során. Tisztelt képviselő, az éghajlatváltozásról beszélt, úgy látszik, nem volt ott a Fidesz-KDNP országjárásán, amely a választás megelőző hetekben zajlott. Több száz választási gyűlést tartottunk az ország számtalan pontján, és mindegyikben pontosan azt is bemutattuk, amit ön itt az előbb hiányolt, hogy az éghajlatváltozásnak és az édesvíz készleteknek a fogyása az hogyan fogja még tovább felpörgetni a migrációt, túl azon, hogy milyen hihetetlen népességrobbanás történik a Közel-Keleten, milyen hihetetlen népességrobbanás történik Észak-Afrikában, amely egy évszázad alatt meg tízszerezi akár egyes országnak a lakosságát, amely embereknek egy része nyilvánvalóan el fog indulni, hogyha a migráció támogató szervezeteket Brüsszelből finanszírozzák, és elkezdenek Európa felé illegálisan vándorolni, és itt Európában migrációs helyzetet még inkább kritikussá teszi. Tehát tisztelt képviselő, amit ön hiányolt, arról mi minden egyes választóval beszéltünk, már itt azok közül, akik eljöttek a mi fórumainkra, úgyhogy teljes mértékben komplexen kívánjuk ezt a kérdést kezelni. De ettől függetlenül mi is sorskérdésnek tartjuk, és az emberek is annak tartották, ezért is a kimagasló részvétel itt is, máshol is, ezért a nagy mozgás sok más országban is az európai parlamenti választások kapcsán. Az önök eredményt eszem ön minősítette, azt szerintem nekem nem kell, de az önök pártjában legalább volt következménye annak az eredménynek, amit a pártjuk elért, míg mások csak azt mondták, hogy azt a lendületet szeretnék továbbvinni, amit az előző vasárnap hoztak. Azt tudom önnek mondani konklúzióként, hogy mi az európai parlamenti választáson egy feladatot kaptunk, és ezt a feladatot szeretnénk a továbbiakban is, akár konfliktusok árán is, de végrehajtani. Köszönöm szépen! Most Hiller István képviselő úr következik az MSZP részéről. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, képviselőasszonyok és képviselő urak, tisztelt ház! Mindenek előtt az MSZP frakciójának nevében köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a tegnapi európai parlamenti szavazáson itt Magyarországon és szerte az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy minden demokratának jó érzés, hogy többen mentek el, mint legutóbb, hogy 43%-nyi szavazó vett részt a hazai, és 50%-nél több százalék az Európai Unió átlagában. Gratulálok mindenkinek, aki mandátumot nyert, és az Európai Parlamentben képviselő lesz az elkövetkező ciklus idején. Őszintén remélem, hogy mindannyiuk az országunk érdekét fogja szolgálni. Az, hogy mi az országunk érdeke, erről azonban érdemes beszélni.
Az európai parlamenti választás másnapján, tisztelt képviselőasszonyok és képviselő urak, túl az első értékeléseken és adókapokon talán érdemes egy kicsit mélyebbre is menni. Azért érdemes mélyebbre menni, mert akkor lehet megérteni, hogy most a 21. század második évtizedében és az elkövetkező időszakban valóban mi a mi hazánk érdeke. Én azt mondhatom önöknek, hogy mindig a történelmünk során, amikor mi nyugat-európai orientációjú olyan szervezetbe, legyen az a történelembe bárhogyan nevezett is, tudtunk tartozni, azaz országunk számára mindig előnyösebb volt, mint hátrányos. És bár számos alkalommal volt, hogy kiszakítottak bennünket ebből a Szent István által és azóta vallott közösségből, mégis azt kell mondjam, hogy amikor mi hozhattuk a döntéseinket, akkor ebbe az orientációba tartoztunk és csatlakoztunk. De mivel az országunk érdekét másképp ítéljük meg, ezért érdemes talán elmondanom, hogy mi hogyan gondolkodunk erről. Az országunk érdeke az, hogy az európai főpolitika központjában, centrumában legyünk, minden, ami erősíti az országunkat, ehhez az hasznos, és minden, ami gyengíti, az nem áll az országunk érdekébe. Márpedig a tegnapi európai parlamenti választások azt hozták, hogy minden korábbi, legyen az propagandisztikus vagy igazzal vallott véleménnyel szembe, hogy itt döntő áttörés lesz az eddigi meghatározó politikai erőkkel szembe, ez a vélekedés kudarcot vallott, mert nem ez történt. Kereszténydemokraták, szociáldemokraták és zöldek ebben az európai parlamentben meghatározó és döntő többségben lesznek. Az MSZP európai parlamenti képviselője az Európai Szocialisták pártjának frakciójában, az SND frakcióban fog ülni. Megkérdőjelezhetetlen, hogy ez a frakció meghatározó része lesz a döntéshozatalnak, a központi döntéshozatalnak, ugyanis az Európai Szocialisták pártja az Európai Unió egészében a második legerősebb frakciót alakíthatja és fogja alakítani. Én azt gondolom, hogy a mi országunknak az az érdeke, hogy ezzel a fajta centrummal, amely tehát a jelen esetben kereszténydemokraták, szociáldemokraták és zöldek később meghatározandó együttműködése, tudjuk a centrumba tartani az országunkat. És ami ebből kiviszi, vagy távolítja, az a perifériára sodródás veszélyét hozza. A hatalom, ahogy a középkorban a föld volt, a 21. században a megszerzett tudás. A megszerzett tudás pedig mégiscsak szervezett formában az informatika és az oktatás keretein keresztül jut el a legfiatalabb generációkhoz. Nem véletlen, hogy a mai beszámolókban még egyetlen egy alkalommal nem hangzott el az a szó, hogy oktatás vagy oktatásügy, mert ebbe aztán azt kell mondjam, hogy az elmúlt 3/4 évtizedes teljesítményük sok minden lehet rá mondani, de azt, hogy sikeres és meghozta a várakozásaikat, ez nem. És ez bizony nagyon is kapcsolódik egy olyan Európához, amiben hiszünk. Mi egy olyan Európában hiszünk, amelynek az alapja a béke. Amely béke lehet a fundamentuma a későbbiekben is a fejlődésnek, egy szociális Európának, egy olyan Európának, amelyben a fiatalok szívesen nőnek fel, ahol nők és férfiak egyenjogúak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dömötör Csaván, kerülője szóparancsolni. Elnök úr, tisztelt képviselő úr, egy dologban látszik egyetértés közöttünk. Mi felszólalás alapján egyetértünk abban, hogy elkötelezett európaiak vagyunk, és fontosnak tartjuk az uniós tagságot is, de arról már más gondolunk minden bizonnyal, hogy ez a mindennapi politikai küzdelmekben egyébként mit jelent. És itt van egy hozzáállásbeli különbség köztünk. Szerintünk az a helyes hozzáállás, ha felhívjuk a figyelmet az európai válságjelekre, mindarra, ami egy gazdasági válságként indult, aztán egy identitásválság lett belőle, amit igazán a migrációs válság hozott igazán felszínre. Mi erről őszintén szeretnénk beszélni, mert azt gondoljuk, hogy ha már beszélni sem lehetne ezekről, na az oda vezetne, mint ami Nagy-Britanniában történt, és azt is szeretnénk, hogyha Európa képes lenne a megújulásra, hogyha arra szükség van, már pedig erre most nagy szükség van.
Tisztelt képviselő úr, abból a szempontból furcsa dolognak tartom, hogy ön mondja a napirend előtti felszólalás, hogy nem azok mondják, akik az MSZP tegnapi eredményért a fő felelősséget viselik, és ez szemmel jól látható menekülés a valódi felelősség elő, és ez nem önnek szól. Az a furcsa dolog történt velem ma reggel, hogy majdnem egyetértettem Lendvai Ildikó képviselőasszonnyal, volt képviselőasszonnyal, aki egy TV interjúban azt mondta, hogy a tegnapi választási eredmény az MSZP számára egy 10-ből 6-os ütés. Azért nem értettem vele egyet, mert szerintem 10-ből 9-es ütésről van szó, csak a mandátum nélküliség lett volna ennél súlyosabb. És mondjuk ki, amit mindenki gondol, az MSZP nagy bajban van, különösen a tegnapi választás után, és ezt csak maguknak köszönhetik. És oka van annak, hogy az MSZP a rendszerváltás óta a legrosszabb eredményét érte el. Jól tudjuk, hogy ennek a választásnak a biztonság volt a középpontjában. Ez volt a fő téma, nem csak nálunk, hanem szerte Európában. És az MSZP évek óta olyan politikát folytat, hogy ezt a jelenséget, a biztonság felértékelődését, azt figyelmen kívül hagyja, vagy egyenesen letagadja. Kezdődött az egész azzal, hogy az önök egyik képviselője A problémának nevezte azt, ami a legnagyobb kockázatot jelenti ma Európa számára. Ez még 2015-ben volt, azóta eltelt 4 év, és még a mostani kampányban is azt mondták, hogy ez nem probléma. És miközben akkor is letagadták az egészet, most is letagadják, a kettő között gyakorlatilag mindent megszavaztak, ami a biztonságra nézve káros Európában, főleg Magyarországra nézve. A magyarok elől letagadták, süttyomban, Brüsszelben megszavazták. És ami a megélhetési kérdéseket illeti, az a helyzet, hogy az ön pártja gyakorlatilag egy light verzióját ajánlotta a magyaroknak annak, amit Gyurcsány Ferenc pártja javasolt, azt, hogy fontos jogköröket adjunk át Brüsszelnek, és attól majd magasabbak lesznek a bérek, a nyugdíjak vagy a családtámogatások. Ezt senki nem gondolhatta komolyan. Örülök, hogy említi azt, hogy beülnek majd a szocialista frakcióba, amelynek ugye a csúcsjelöltje Timmermans úr volt. Hát Timmermans úr többek között azt mondta, hogy legyen 18%-os a társasági adó szerte Európában. Ez azt jelenti, hogy megduplázódna Magyarországon a társasági adó. Akkor nem lennének olyan béremelések, mint amit önök követelnek. Aztán mit mondott még Timmermans úr? A társadalmak mindenhol sokszínűvé fognak válni a világon, és a közép-európaiak ehhez majd hozzászoknak. Azt is mondta, hogy fontos persze a migráció kérdése, de ezt nem lehet falakkal és kerítésekkel megoldani. És sorolhatnám ezt a sort, képviselő úr, olyan csúcsjelölt mögé álltak be önök, aki ezt képviseli. És végezetül még egy dolog. Önök és mi nagyon más gondolnak a világról, más gondolunk a világról, az európai együttműködésről is, mi a Nemzetek Európájában hiszünk, de semmilyen véleménykülönbség nem lehet ok arra, hogy lepatkányozzanak milliókat. Hiller képviselő úr, tudom, hogy öntől távol áll ez a stílus, de a pártársainak kérem továbbítsa, hogy ez nem fér bele. A patkányozás nem fér bele. Szóval, hogyha majd a túlélésért folytatott küzdelemben lesz rá szusszanásnyi idejük, kérem, fontolják meg, hogy bocsánatot kérnek, az az újrakezdés egy nagyon fontos pillanata lehet. Köszönöm, hogy meghallgatott.